1946. szeptember 23-a, hétfő, reggel 8 óra. A Tatabányai Állami Gimnáziumba becsengettek. 75 esztendővel ezelőtt, ilyenkor, az akkori gimnázium első igazgatója 6 rendes és 6 óraadó tanárral megnyitotta a gimnázium első tanévét. Köztük olyan tanárokkal, mint Bárdos László, akiről egy gimnáziumot és egy utcát is elneveztek itt a városban. Egy olyan tanárral, mint Molnár János, akiről a város legnevesebb pedagógiai díját nevezték el. Sokáig a város egyetlen gimnáziuma voltunk, és így a felnövekvő város értelmiségének a kialakítója, gyarapítója. Generációk okultak, tanultak, nevelkedtek az Árpád gimnázium tanárainak munkájának köszönhetően. 75 év, nagy idő, főleg Tatabánya város életében, és ez a pillanat, ez a születésnap mindig egy megállót jelent számunkra. A visszapillantásnak a lehetőségét, és megpróbáltunk képeket összegyűjteni az elmúlt 75 év pillanataiból, amelyek itt, ebben a kiállításban, a paravánokon, illetve a falakon látszódnak. A születésnap nem csak az emlékezésről szól, hanem ilyenkor jó kívánságok is elhangoznak. Én kívánok magunknak, az Árpád Gimnáziumnak kiváló diákokat, nagyszerű pedagógusokat, akik közös munkával tovább viszik az Árpád Gimnáziumot a siker útján. Kívánok olyan diákokat, akik diplomásként visszatérve Tatabányára tovább gyarapítják a várost, az országot és a Kárpát-medencét. Kívánok magunknak olyan diákokat, akik büszkén és hálásan gondolnak vissza az itt eltöltött évekre, és büszkén vallják azt, hogy árpádos voltam. Isten éltessen Árpád Gimnázium! Jó szerencsét! Engedjék meg, hogy ezzel a köszönéssel kezdjem. 75 év nagyon hosszú idő. 75 év alatt ez az iskola nagyon-nagyon sok értéket teremtett. Ez az érték az emberi fejekben van bent. Ez az érték azoknak a tatabányaiaknak a mindennapokban alkotott, megjelent fizikai formája, amit az itt szerzett tudás, és ahogy igazgató is mondta, nem csak a tudás, hanem azok a motivációk, amelyek érték a tanulókat, a tanárokkal való kapcsolat, az emberré való nevelés az, ami formálja a közösséget, és formálja a város lakóit, és formálja a munkához, a családhoz, az élethez való hozzáállást. Az iskola erre mindig nagyon figyelt, és ugye a fejlődés szakaszában mindig újra és újra megújult, hiszen közel 50 évvel ezelőtt már elkezdte a 6-osztályos gimnáziumi oktatást is, és ugye tudjuk, hogy a mai fejlődés olyan gyors, a fiatalok olyan okosak, hogy szükség van mind a technikai, mind pedig len a tárgyi feltételeknek a megújítására, és folyamatosan tanulni kell, sajnos a tanári karnak is ezt a fajta fejlődést, fel kell venni a lépést, hiszen akkor tudják a gyermekek érdeklődési körét felkelteni. Én úgy gondolom, hogy mindenki, aki itt végzett, aki ma itt tanul, büszke lehet arra, hogy ebben a környezetben, ezekkel a korábbi években is itt tanított tanárokkal, a jelenleg tanító tanárokkal indítja az életét, hiszen a bizonyíték az ott van, az árpádosok által választott szakmák, választott hivatások, és az azokban történő megállják a helyüket a fiatalok, megálltuk a helyünket, megállják azokat a próbákat, amiket az élet hoz.
Ezért én mindenkinek kívánom, hogy nagyon sikeres legyen az itteni iskolai időszaka, és kapjon olyan motivációt, olyan élményt, ami meghatározza az életét, meghatározza a pályaválasztását, és kívánom a tanári karnak, hogy legyen energiája a mai fiatalsághoz, kitartása és megújulása. És 75 év alkalmából én hoztam egy emléklapot, amit szeretnék a város nevébe igazgató úrnak átadni. Egy igazgató úr is elmondta, mindenki kötődik itt a városban, és azt gondolom, nem csak a városban, hanem a megyében is az Árpád gimnáziumhoz. Nekem is a feleségem, és most éppen a legkisebb fiam is ide jár, és arról számolhatok be, hogy az a pedagógiai munka, ami elkezdődött 75 évvel ezelőtt, azt gondolom, hogy a napjainkban is virágkorát éli. Büszkék lehetünk a pedagógusokra, hiszen nem ragadnak le a munkájuk során az oktatásnál, hanem klasszikusan a nevelési feladatokat is a fókuszba tudják állítani. Én azt gondolom, hogy büszke lehet a közösségépítésre is az iskola, hiszen a határon túli magyarokkal nagyon régóta élénk és jó kapcsolatokat sikerült kialakítani, és a diákokat a tanórán kívül is azt gondolom, hogy közösségbe tudják formálni. A modern digitális eszközök alkalmazásában is élen jár az iskola, a tehetséggondozásban is, és én azt gondolom, hogy a kormányzati támogatásnak köszönhetően itt a Modern Városok Program keretében megújult épületben ki tudják használni azokat a lehetőségeket, amit ez a szép modern iskola kínál mindenkinek. És hogy elhangzott már korábban, a rendszerváltoztatás után, amikor lehetőség volt rá, tudtak újítani, és 30 évvel ezelőtt a hatosztályos gimnáziumi képzést is bevezették, és ezzel azt gondolom, hogy megyei szinten is az egyik legnívósabb tehetséggondozást indították el. Én ehhez szeretnék gratulálni, köszönöm a nevelőtestület tagjainak, a korábbi pedagógusoknak, Miklósnak, Tamásnak, hogy ezeket a hagyományokat folytatják, és azt kívánom, hogy a boldog születés nap mellett még nagyon hosszú ideig az iskola ezen a színvonalon és ezen a nívon folytassa az oktató-nevelő munkát. Isten éltesse az Árpád gimnáziumot! Tisztelt vendégeink, kedves kollégák, kedves diákok! Megtiszteltetés számomra, hogy nyugdíjas éveket kezdve még számítotok a jelenlétemre, és nagy öröm, hogy köszönthetem 75 éves iskolánkat. Ennek a 75 évnek, amit ugye említettünk, hogy egy emberöltő és még egy intézménynek is nagyon szép kor. Több mint felét, legalábbis, ha jól számoltam, akkor fél évvel, több mint felét ebben az intézményben tölthettem. Az Árpád valóban fogalom, és ahogy elhangzott, nem csak a városban, hanem a város környékén is, de ebből a fogalomból, az előttem szólók felsorolásából vagy nem hallottam, vagy ha hallottam is, egyet szeretnék kiemelni. A mögöttünk álló szülői közösséget. Hiszen így teljes az iskola, hogyha a mindenkori diákok, a szülők és a tantestület többször megfogalmaztunk programokat, elképzeléseket, változásokat. És mindig az volt a lényeg,
és általában az első szülői értekezleten a szülőket is ezzel a gondolattal fogadtam. Hogyha a gyermekeik, önök és mi ugyanazt a célt tűzzük ki, akkor nagy baj nem lehet. Akkor csak egyetlen dolog van ezeknek a céloknak a megvalósítása. Modern Városok program keretében a felújításkor az önkormányzat gondolt ránk azzal, hogy az iskolát felújítsa, és egy csodálatos épületet sikerült ide varázsolni. Ugye álmaink beteljesítéseként még tornacsarnokkal is. A város és a tankerület összefogott, hogy az iskola ne csak egy szép épület legyen, hanem az iskola be is legyen rendezve, és modern, a legmodernebb bútorokat kapjuk meg, és így minden tekintetben meg tudott újulni. A 21. század dübörög, ugyanúgy szükség van újabb és újabb technikai eszközökre, és minden olyanra, hogy a most felnövő generációnak is kihívást jelentsen az iskola, olyan kihívást, amelyet teljesítve gyakorlatilag vörösszőnyeg várja őket a továbbtanulásban. S Isten éltesse az Árpádot és mindenkit, aki Árpádosnak érzi magát lélekben. Köszönöm szépen!